A Tiszai vízirendészeti rendőrkapitányság orfalászat és lopásvédség miatt folytat nyomozást három abátszalóki férfi ellen. A megalapozott gyanú szerint a 38, 50 és 43 éves férfiak abátszalók külterületén a nagykunsági fűcsatorna vizében elhelyeztek négy egyenként 50 méter hosszú és 3,5 méter széles damilhálót. A járőröző rendőrök és a Közép-Tisza Vidéki Horgász Egyesületek Szövetségének halászati űrei tetten érték az orvhalászokat. A helyi lakosok egyike sem rendelkezett halászatra érvényes állami halászjegyjel és területi halászengedéllyel. A hálókat a halászati őrök felszették. Három folyami harcsát, nyolc balint, egy amurt és egy keszeget találtak bennük. A halak értéke meghaladja a százezer forintot. Az állatokat visszahelyezték élőhelyükre, a halászathoz használt eszközöket pedig lefoglalták. Az egyenruhások előállították a kiskörei rendőrösre a tetteseket, akiket gyanúsítottként hallgattak ki. Beismerő vallomást tettek.